Könnyebb lehet a kismamák élete a következő hónaptól. Július 1-től a jövedelem 100%-ára emelkedik a csecsemőgondozási díj, azaz a CSED összege. Ezt az ellátást már a szülés előtt 4 héttel igényelhetik, és 6 hónapig folyósítják. Az igénylés feltétele és az igénylőköre nem változik, az jogosult erre az ellátásra, akinek 2 éven belül 365 nap biztosítási jogviszonya van. Fontos, hogy csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet az örökbefogadó nő, a családba fogadó gyám és bizonyos feltételek mellett a vérszerinti apa, illetve az örökbefogadó férfi is. Az a biztosított anya jogosult CSED-re, aki a szüléskor, tehát egyrészt biztosított, és az azt megelőző 2 éven belül 365 nap biztosítása van. Illetve jogosult az is, aki a szüléskor már nem biztosított, de a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül. Az igénylés nem automatikus, kérelemre állapítják meg, amit a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. A támogatási összeg 168 napra jár. A változtatás után gyakorlatilag nem csökken a csecsemőt gondozó anya jövedelme, többet kap, mintha dolgozna. Nem csak július 1-től jogosult édesanyáknak jár a magasabb összegű ellátás, hanem az is, akinek már a jogosultsága és az ellátás meg van állapítva, nekik is emelkedik, de csak július 1-től mindenkinek, ahogy a hatályba lépett a jogszabály. És nagyon fontos, hogy nem kell kérni, hogy magasabb összegű ellátásban részesüljenek, hanem hivatalból lesz a magasabb összegű ellátás megállapítva, és legközelebb, mivel tárgyhónapot követő 10-ig egyszer havonta utaljuk az ellátást, akkor legközelebb augusztusban fogják megkapni a magasabb összegű CSED-et az anyukák. A meghatározott időszakban megfizetett jövedelem szolgál a számítás alapjául. Amennyiben az édesanyja nem rendelkezik folyamatos 180 napos biztosítási jogviszonnyal és 120 nap jövedelemmel sem, akkor a minimálbér kétszeresét veszik alapul.